17 év után milyen érzés most máshol játszani? Hát nem könnyű. Megmondom ezt, én 17 évig voltam a Miklós a tagja, és az öltözőben, ha behúntam a szemem, akkor is tudtam pontosan azt, hogy ki ül előttem, ki ül mögöttem, ki ül mellettem, és hogy melyik pillanatban kell elindulni a színpadra. Tudtam azt, hogy hány méter a székemtől a színpad közepe, és mivel egy speciális színpad volt, ugye a mikroszkóp színpad, volt olyan előadás, amiben 7-8 jelenetünk volt, és volt olyan év, adunk, volt olyan hónapunk, amikor 6-7 darab volt műsoron, tehát az könnyű beszorozni, ha 7 darab műsoron van, és mindegyikben csak 7 jelenetem van, az is 49, jól számolok. Sokszor, hogy melyik ruhát vettem fel, arról tudtam, hogy melyik jelenetbe szaladok be. Másodpercenként kellett váltani a legkülönbözőbb figurák között, ez egy speciális dolog volt természetesen, és Az, hogy most éppen egy másik színházban játszom, megmondom őszintén, végül is öröm, meg játszani mindig jó, de beültem egy idegen színház öltözőjébe is. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem az a szék volt a fenekem volt, amit megszoktam. Egy nagyon érdekes dolog, hogy ami itt történt, ugyanis nóti bohozatokat játszottunk. Ennek megvan a maga speciális ritmusa, és azok között, a kollégák között, akikkel most itt együtt vagyok, végül is mindegyiket is ismertem már régebbről, hiszen hát jó pár évtizede a pályán vagyok, és nem fiatal gárdába kerültem be egy-két kivételre, tehát majdnem mindenkit régóta ismerek, de így együtt még nem játszottunk. Gyakorlatilag azért én belépő voltam ebbe a produkcióba, tehát ez már ment egy ideje, és a próbákon azért pontosan levettem azt, hogy más a ritmusa ennek a csapatnak, mint amilyen a miénk volt, és én azt hiszem, nem akarok most tényleg erőszakosan, meg egyébként se különbséget tenni, de kellett egy kis idő, hogy én azt lélekben, színpadi jelenlétben és egyebekből feldolgozzam, hogy másokkal játszom. Az az igazság, hogy ezek zsenik voltak. Szóval a Vadnai, a Rejtő, a Nóti, a Lőrinc Miklós, és hát sorolhatnám, ezek ennek a műfajnak zseniei voltak. Attól voltak igazán jók, ellentétben, és most nem akarok megsérteni senkit, mikroszkopon nem egy esetben kínlódtunk azon, hogy mi legyen a slusszpoén. Ezek meg úgy írtak jeleneteket, hogy megvolt a slusszpoén, és írtak hozzá egy jelenetet, vagy írtak hozzá egy felvonásost. De most nem akarom tovább ragozni. Ha valaki a Nótit, a Vadnait, vagy a Rejtőt jó ritmusban mondja, akkor sikere van. Mert ezek úgy adták szájba a szöveget, úgy találták ki a helyzet komikumokat, notabene úgy találták ki a szöveg komikumokat, a szójátékokat, hogy egy szóról fantasztikus dolgok jutott az eszükbe, hogy ezt ha jól elmondja az ember a színpadon, akkor az már majdnem teljes siker. Egyet elmondok erről a pár hétről, amíg itt próbáltam. Valami csodát, valami egészen különleges illatot tudtam itt felfedezni. Ebből a színházból árad az a hihetetlen szeretet, amivel a Karinthy Marci ezt létrehozta és üzemelteti. Én komolyan mondom, hogy hát nem túlzok, amikor azt mondom, hogy majdhogy nem megkönnyeztem, amikor kiszúrtam őt, az üres nézőtéren a letakart székeket simogatta, a játékát, a szerelmét, amit elképzel gyerekkorában és felnőttként megvalósított, és ha belegondol az ember, hogy 30 évig tudta ezt a színházat üzemeltetni, és 30 éve ez a színház gyakorlatilag majdhogy nem minden este játszik, és ha valaki megnézi ennek a színházat az előcsarnokában a képeket, akkor elképesztő, hogy a magyar színjátszás színe jobban megfordult ebben a színházban, és ebből a színházból árad a színház iránti szeretet, és ennek a fő lelke és a színdobbanása egyértelműen a Marci.